zavartság, romló memória, idő és térbeli tájékozódási problémák. Többek között ezek a szellemi leépülés, vagyis a demencia és az Alzheimer-kór tünetei. A Vaskúti Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat az idősek gondozása mellett demens betegek ápolásával is foglalkozik. Az intézmény nappali ellátást nyújt a betegeknek, emellett a vidéki szállítást is biztosítja, így bajai ápatjaik is vannak. Olyanok vannak, akik mondjuk nem szeretnek idős otthonba menni, mert ockodnak tőle, vagy pedig a gondozatjuk nem tudja megoldani a gondozását, mert ugye munkát vállal, és ezért nagy segítség nekik, hogy kimegyünk hozzájuk házi gondozásban, vagy amikor klub keretében, ugye a klubtagok bejönnek reggel 8-tól délután 4-ig, és akkor itt foglalkoztatjuk őket. A betegséget gyakran az időskorral járó feledékenységgel azonosítják. Az intézmény egyik munkatársa elmondta, betegeik között akadnak olyanok is, akik már a súlyosabb kategóriába tartoznak. Az ő ápolásuk nagyobb odafigyelést igényel. Előfordul olyan, hogy kifejezésbeli nehézségek, nem tudja kimondani, amit szeretne, mást mond helyette, nem tudja önállóan a higiénés szükségleteit elvégezni, vagy akár az étkezésben is figyelmeztetni kell, mert megfeledkezik az evésről. Minimentáltesztnek hívják azt a feladatsort, amelynek elvégzésével megállapítható a betegség. A gyakorlat során olyan feladatokat kell végrehajtani, mint egy óra és a pontos idő ábrázolása, vagy egy rajz lemásolása. A könnyűnek tűnő gyakorlat sokaknak nagy nehézséget okoz. A bajai Szent Rókus Kórház neurológusa, dr. Tímár Gyula elmondta, gyógyszeres kezeléssel szinten lehet tartani a betegséget. Gyógyszerek vannak, Magyarországon is rendelkezésre állnak, amik lassítják a folyamatot. Én azt szoktam mondani a hozzátartozóknak, hogy azért érdemes szedni ezeket a gyógyszereket, mert talán mondjuk nem 2 év, hanem 3 vagy 4-5 év eltelik, amíg egyáltalán a beteg családi körbe ellátható, megismeri a hozzátartozóit. Ennyit tudnak a mai gyógyszerek. A főorvos hozzátette, a demencia és az Alzheimer nem csak a betegeket viseli meg, hanem a hozzátartozókat is. Elmondta, a betegek számára fontos a megszokott környezet, és sokat segít, ha ismerősök, rokonok veszik körül őket.